időnként, nagyon ritkán akadnak olyan kötetek, amelyek teljesen magukkal tudnak ragadni. Akadnak olyan karakterek és olyan történetek, akik miatt jobban tudok lelkesedni, mint a napfelkeltéért. Akadnak olyan írók, akik jobban megértik a karaktereket, mint én azt valaha is elképzelném, vagy mint amennyire akár én, mint olvasó meg tudom őket érteni. És ezek azok a történetek, amik miatt imádom a képregényeket. Bob-Jab! Shazam! Geoff Johns és Dave Eagleman, ők tulajdonképpen egy olyan történetet alkottak meg a számunkra, ami már az első oldalaival rabul ejtett. Általában a képregények relatíve könnyebb helyzetből indulnak, hiszen ott vagy bele tud csöppenni a történések középpontjába, vagy egyszerűen gyorsan, röviden össze tudják foglalni neked egy-két mondatba, hogy mivel is van dolgod. Viszont amit mi ebben a Shazam sorozatban kaptunk, illetve ebben a Shazam nyitányban kaptunk, az minden volt, és sokkal több, mint amit én szerettem volna kapni. Egyszerűen érződött benne a szeretet, érződött benne a tisztelet, érződött benne az, hogy szeretne egy kicsit régies lenni, de közben mégis nagyon-nagyon új és modern, és szeretne egy modern történetet elmesélni. És a helyzet az, hogy szerintem, hogyha Geoff Johnsnak ilyen álmai vannak és ilyen tervei vannak, akkor ha valaki, akkor ő egész biztosan képes ezeket megvalósítani. Ugyanis ez egy olyan történet lett, ami nem csak hogy beindította a lelkesedésemet, nem csak hogy egyszerűen a legnagyobb Shazam rajongóvá tett a Földön, hanem egyszerűen visszaidézte azt az érzést, amiért én imádok képregényeket olvasni. Amiért én imádom ezt a műfajt, és amiért ezt a műfajt tartom minden idők legjobb történetmesélési műfajának. Mert egyszerűen a lehetőségek, az, hogy bánhatunk a karakterekkel, azok a dolgok, amiket mi átélhetünk ezekkel a karakterekkel, azokhoz fogható nincsen. Hiába szeretjük és imádjuk annyira a mozgóképeket, hiába imádjuk annyira a prózai történeteket, egyszerűen valahogy, amikor egy olyan rajzolóval találkozol, mint Dave Eaglesham, akkor minden értelmet nyer. És hogyha egy olyan íród van mellé, mint Geoff Johns, akkor igazából meg sem kérdőjeleződik benned az, hogy mivel is van dolgod. Szóval, hogyha nem ismered Shazamot, akkor nyilván azt érdemes tudni róla, hogy ő az eredeti Captain Marvel, aki tulajdonképpen azért változtatta meg 80-as években, ha jól emlékszem, a nevét Shazamra, mert hogy a Marvel-el egy ilyen nagy vitába folyt, nagy vita alakult ki köztük, és tárgyalás lett, és bla bla bla. És nem utaltak a részletekkel. Lényeg, hogy Zachary Levi-jal nem idén, hanem 2019 áprilisában érkezni fog egy vadonatúj egészestés mozi, ami tulajdonképpen az első egészestés mozi lesz Shazam történetének. Ki is Shazam? Ez egy baromira jó kérdés. Szóval elmondom azt, hogy miért szeretem Shazamot, mielőtt elmondanám azt, hogy ki is ő valójában. Én azért szeretem Shazamot, mert ő tulajdonképpen ő azon karakterek egyik, azon kevés karakterek egyik, akit úgy meg tudsz ragadni, hogy tulajdonképpen a gyermeki mi volt az, ami áthatja az egészet. És tulajdonképpen ez volt az a dolog, ami miatt szerintem a képregények világéletükben a legjobb műfaj voltak, hogy a gyermeki ártatlanság, a gyermeki lelkesedés, a gyermeki vágy az mindig minden egyes oldalból, minden egyes panelből vissza tud köszönni. Számomra ezért oly fontos a képregény műfaj, és ezért is foglalkozik a Panel Kalandor inkább az ilyen All Ages történetekkel, és ezért is foglalkozik inkább az olyan izgalmasabbnál izgalmasabb, kalandosabb történetekkel, amikkel. Mert szerintem az igazi képregények azok nem feltétlenül 18 pluszosak, nem feltétlenül horrorisztikus, nem feltétlenül kell rémisztőnek lenniük, hanem egy igazi képregény történetnek vannak karakterei, jól megért karakterei, akik fejlődésen mennek keresztül, van egy elképesztően izgalmas cselekménye, és mindezeken felül egy olyan életérzést tud átadni magából, ami pozitív, ami egyszerűen megbizserget, ami miatt újra lelkesedni tudsz valami miatt. És a horror egy nagyon nem feltétlenül egy olyan műfaj, ami miatt, ami ezeket a dolgokat ki tudja belőled váltani, miközben azért nagyon sokan vannak olyanok, és nagyon sok olyan jó, izgalmas horror történet van, amik igenis ki tudják váltani az emberből ugye ezeket a dolgokat. Ugye V for Vendetta például, hogy csak egyet mondjak a frissebb megjelenések közül a közelmúltból, de igazából egyik képregény sem tudja azt nyújtani, amit Geoff Johns története, és egyik képregény sem tudja azt nyújtani, amit a Shazam. Mert a Shazamban nem csak, hogy benne van ez a gyermeki szeretet, a gyermeki alázat maga a szuperhős lét iránt, hanem egyszerűen benne van minden, ami miatt az ember szereti a szuperhősöket. Benne van minden, ami miatt a szuperhősök igazából szuperhősök, és benne van minden, ami miatt az ember szereti képregényt a kezébe venni, ami miatt újra átélheti azt, amit ő annak idején gyerekként érzett.
És a Shazam szerintem ezt tökéletesen tudja megragadni. Szerintem nincs még egy olyan képregény, ami ennél jobban tudja megragadni. Miközben azért Geoff Johns stílusa szerintem mindenki számára ismert, hiszen ő tulajdonképpen a DC egyik legismertebb, ha nem a legismertebb írója. Ő az ászlóshajója a legtöbb DC-s filmes, illetve tévés projektnek jelenleg, és egyszerűen ő a legjobb szakember a DC házatáján. Nagyon-nagyon izgatott voltam részben azért, mert újra Shazam történetet írt, ami, ha jól emlékszem, a New 52-ban csinált egy Shazam sorozatot Gary Frankel, ami megint csak egy ilyen kategóriás történet volt, de amit most Dave Eagleshammel készíthet, az pedig még annál is jobb lehet, akár. Legalábbis nekem ez volt a benyomásom az első történetet követően, és tulajdonképpen nagyon-nagyon szeretem Billy Batson karakterét, hiszen ő ugye egy árva, aki tulajdonképpen gondozó családoktól gondozó családokig került, és tulajdonképpen soha nem találta meg a helyét, ő egy igazi, sokan elkönyvelték őt egy ilyen nagyon-nagyon bajós kisrácnak, aki rengeteg problémát tud okozni, de igazából ő egy baromira jó ember, hiszen ha nem volna az, akkor ő nem lenne érdemes arra, hogy megkapja a Shazamnak az erejét. Márpedig ez egy kulcsfontosságú dolog. Viszont a varázsló, aki átadta neki az erejét, az ugye nem érezte, úgy érezte, hogy ez egy túl nagy teher lenne egy gyerek számára, és ezért a legjobb barátainak is biztosította a Shazam erőből. Akik, hogyha kimondják azt a szót, hogy Shazam, akkor felnőtteké válnak, és baromi erő, Superman típusú, de Supermannél jóval erősebb szuperhősöké tudnak kovácsolódni, és igazából az a legjobb bennük, hogy megvan az egy gyermeki oldaluk, még akkor sem, amikor felnőttek, még akkor sem, amikor Shazammá válnak. És az első fizet azt szerintem rettentően jó volt abban a szempontból, hogy megpróbált nagyon-nagyon régi klasszikus lenni, hiszen az első két-három oldal tulajdonképpen bemutatta nekünk Billy Watsonnak az eredet történetét, elmesélte azt, hogy tulajdonképpen hogyan is kapta meg az energiáit, az erőit, és tulajdonképpen megmutatta azt is, hogy hogyan kapták meg a többiek. Majd pedig, amivel a történet folytatódott, az, hogy elmentünk egy philadelphiai múzeumba, ahol a történelem útjait igyekeztük kifürkészni, miközben jött egy bankrablás, vagy hát nevezzük inkább múzeumrablásnak, ahol az embereknek a pénztárcáit és stb. Dolgait akarták elrabolni, és ugye ott volt Billy Watson, és ott volt a legjobb barátja Freddy is, és tulajdonképpen ők átalakultak, és megjelent az összes többi Marvel szuperhős, és tulajdonképpen onnantól kezdve legyőzték a rossz fiúkat, és igazából az a fajta gyermeki lelkesedés, hogy próbálják meg kitalálni az ők kicsodák is valójában, hogy mi is az ő nevük, hogy ők együtt hogyan kellene nevezni. Azt szerintem egy elképesztően izgalmas dinamikát tudott biztosítani, mint ahogy az is egyértelműen lejött ebből az első füzetből, hogy mennyire jól működő dinamikával rendelkeznek ezek a karakterek, hogy tulajdonképpen Billy még csak egy éve ismeri ezeket a srácokat, és még csak egy éve lakik velük, de tulajdonképpen ő egyszerűen nagyon-nagyon jó a dinamikája mindegyik karakterre, és szerintem ez mindenféleképpen egy olyan pozitív dolog, amit én nagyon-nagyon szeretem ebben a könyvben. Dave Eaglesham-nek a rajzai szerintem finoman fogalmazva nagyon oda basznak. Úgy érzem, hogy ez az a rajstílus, ami nagyon-nagyon jól tud feküdni Shazamnak, ez az a rajstílus, ami szerintem pokolian jól tud működni, és igazából nem is kell elmennünk nagyon messzire, hiszen ez valahol ott az első 6-7 oldalon egyikében fordult elő tulajdonképpen, hogyha megtalálom, itt is van. Ez a rajz, ez szerintem mindent, és még annál is sokkal, de sokkal többet elmond arról tulajdonképpen miért is Shazam, és hogy miért is annyira izgalmas egy szuperhős. Miközben ezt az egész történetet olvasva, én igazából arra ébredtem rá, hogy baromira jó egyébként nem csak Shazamnak és Marynek a dinamikája, hanem tényleg mindegyik karakternek megvan az a sajátos oldala, ami miatt őt igazából szereted, és emiatt igazából azt érzed, hogy ez a 20 oldal, ez ennyi karakternek igazából nem elég, és igazából abszolút nem elég. De közben valahogy mégis örülsz neki, hogy Shazam újra itt van, hogy Shazam ismételten benne van a DC univerzumában, és hogy végre egy olyan történetet kapott ismételten Geoff Johns-tól, ami megint csak azt megmutatja, hogy miért is a képregények a legjobb műfaj, és hogy miért is Shazam tulajdonképpen talán a DC, nem tudom, tehát ez most lehet, hogy kicsit erősen fog hangzani, de én mindenféleképpen Supermannel és Wonder Womannel egy szintre helyezném Shazamot. Szerintem mi magyarok relatíven nem ismerjük a karaktert. Szerintem számunkra ő egy viszonylag nagyobb rejtély, aki tulajdonképpen talán soha nem jutott el hozzánk. Legalábbis nekem most így hirtelen nem nagyon rémlik olyan Shazam történet, amit mi olvashattunk volna magyarul, viszont én egészen biztosan nem olvastam semmit Shazamtól magyarul. Ezzel szemben van egy-két Shazam kötetem, mert imádom a karaktert, és imádom mindazt, amit ő jelképez, imádom mindazt, amit ő tulajdonképpen a számomra ki tud fejezni, hiszen Billy Batsonként hiába nem vagyok árva, egyszerűen bele tudom élni magam mind a mai napig, még felnőttként is nagyon-nagyon tudom szeretni ezt a karaktert, és még így felnőttként is el tudom róla mondani azt, hogy igen, azért mindannyiunkban van egy kicsit Billy Batson, és ez tök jó dolog. Aztán mindegyik karakter nagyon-nagyon jó, imádom a dinamikáját, egyszerűen ez egy olyan füzet, ami egyszerűen megad mindent, amire vágyunk egy Shazam sorozattól. Megad mindent, ami
kell ahhoz, hogy fellelkesedjünk, ahhoz, hogy áprilisban érkezik az első élő szereplős film Zachary Levi-jel. És ez az a történet, ami szerintem tulajdonképpen, ha eddig nem mostál Shazamot, akkor mindenféleképpen érdemes belecsapnod, hiszen elképesztően jó a sztori, elképesztően izgalmas a történet, elképesztően jók a karakterek, és elképesztően jó az, ahogy a régit igyekszik összekeverni a modernnel. Mert valahogy ez a két dolog változik ebben a könyvben, ami miatt igazából tényleg az ember úgy érzi magát, mint egy 9 éves gyerek lenne, és újraolvasná ezt a történetet. És ez szerintem egy baromira jó dolog, mert nagyon-nagyon kevés olyan képregény van, ami képes ilyen érzéseket kiváltani belőlünk, és nagyon-nagyon és még ennél sokkal kevesebb képregény van, ami képes ezt ilyen szinten megtenni. Szóval ez a Shazam sorozat, ez mindenféleképpen egy olyan történet, amire megérte várnunk, amire várnunk kellett, de eljött az ideje, végre a kezünkbe vehettük, és végre elmondhatjuk azt ismételten, hogy Geoff Johns, te bitank, megcsináltad megint. Szóval, ha olvastad a Shazamnak az első füzetét, amely most szerdán jelent meg, akkor beszélgessünk róla lent a kommentekben, ha pedig még nem, akkor mire vársz? Beszélgessünk Shazamról lent a kommentekben, találkozunk legközelebb, addig pedig popkultúrában gazdag hetet kívánok!